Az 1906-os villamos mozdonynak makettje, amely nem hiteles makett, de méretarányos. Nagy István informatika tanárt már gyermekkorában elbűvölték a villamosok. Ezt a kis mozdonyt édesapja készítette neki ajándékba, ma is tökéletesen működik, 5 kiló terhet tud elhúzni. A nagyváradi közszállítási vállalat 2 évvel ezelőtt felújítatta és közkincsé tette azt az 1905-ben készült villamost, amely Németországból 1923-ban került Váradra, és 1994-ig teljesített szolgálatot. Kiskoromban már pontosan ez a mozdony, amely itt áll mögöttünk, nagyon megfogott, mivel láttam, hogy 1905-ös évszám szerepel a gyártási tábláján, és nagyon megfogott kisgyerekként, hogy egy majdnem 100 éves közlekedési eszköz még mindig használatban volt. A mozdony egyedi építésű, alig néhány hasonló van Európában. Az egyiket a Müncheni Közlekedési Múzeumban őrzik. A nagyváradi közszállítási vállalat udvarán 2 1906-os gyártású mozdony áll. Hogy beindítsuk az egyik mozdonyt, az egyik járművet aktívvá tegyük, hát ehhez várunk segítséget, ígéreteink vannak villamosgyártóktól, illetve pont az a cég, aki 100 évvel ezelőtt gyártotta ezt a mozdonyt, ígéretet tett, hogy valahonnan esetleg be tud szerezni egy faksimile motort, egy hasonló motort, mint ami ebbe volt, egy SSV motor. Gyakorlatilag, hogyha ez minden összejön, akkor 1-2-3 éven belül nevezetes napokon ki tudjuk gördíteni a vállalat udvaráról ezt a mozdonyt. A század előttől látványosan fejlődött a nagyváradi villamos közlekedés. 1906-ban 4 vonallal indul a villamos közlekedés Nagyváradon, amely összekötötte a főpályaudvart a központtal és a többi városrészeket. Rohamosan fejlődik, 1940-ben már 8 vonal, az 50-es években 11 vonal volt, a villamos pálya eléri a 40 kilométert, és a tehervonalakkal együtt egyik legjelentősebb vonalhálózattal rendelkezik történelmi Magyarország, Románia és az európai vidéki városok tekintetében is. A 30-as, 40-es években több mint 30 vállalatot szolgált ki a tehervágány hálózat, amely az európai vidéki városok viszonylatában is tekintélyes szám. Háború alatt alig volt sérülés, inkább a pálya sérült meg, a villamos park megmaradt Debrecennel szemben, ahol a bombázások által majdnem teljesen elpusztult a villamos park, és több kocsit Váradról Debrecenbe irányítottak át 1944-ben. A 60-as években forgalomba állították az autóbuszokat, és háttérbe szorult a villamos közlekedés. Ennek ellenére a történelmi korszakoktól függetlenül töretlen a villamos közlekedés fejlődése, hiszen még a kommunizmus idején is építettek új vonalakat az ipari negyedekben. Ez még laternás tetejű villamos, míg amiknek már lekerekített az eleje, az már modernizált, így nevezték. A villamos közlekedés évfordulója apropóján 62-ből álló tárlat nyílt a városházán. A villamos van, felszállunk rá, elvisz minket munkahelyre, iskolába, ide-oda, de senkit nem érdekel az, hogy mi volt a régi Nagyváradon, milyenek voltak akkor a villamosok. Pedig szerintem nagyon sok ember megszeretné még a nagyváradi villamosokat akkor, hogyha többet is tudna a történelmükről, és ezt hivatott ez a kiállítás bemutatni. Az 50-es évek után kizárólag román gyártmányú szerelvények teljesítettek szolgálatot, a 89-es rendszerváltozást követően pedig másodkézből vásárolt villamosok járták Nagyvárad utcáit. Az utóbbi évtizedben modernizálták a nagyváradi közszállítást, az önkormányzat 2008-ban Ausztriából vásárolt 10 új szerelvényt, így Nagyvárad volt az első romániai város, amely új villamosokat kapott. Ez azért energiatakarékos, mert könnyen gyorsul, kicsi a surlódás, fékezéskor pedig az egész fékezési energia visszamegy a hálózatba. Mintegy 27%-ot meg tud takarítani az energiából. A nagyváradi közszállítási vállalat uniós támogatással egy Közép-Kelet-Európában egyedüli tömegközlekedés biztonságtechnikai kutatólaboratóriumot hoz létre, amelyet a legmodernebb eszközökkel szerelnek fel. Egy kerék javítása közel 2000 euróba került, 16 kerék van egy villamoson, ez ugye több napos megállással járt eddig. Akkor, amikor a mobil esztergapadot be tudjuk indítani, és ez ősszel lesz valószínű már működésbe, akkor mindez 2 óra alatt megtörténik.
A közszállítási vállalat, hogy minél inkább népszerűsítse a tömegközlekedési eszközök használatát, és hogy megkedveltesse a villamosokat, különböző eseményekre bérbe adja a szerelvényeket. Nagy népszerűségnek örvend például a buli villamos, amikor is az egyik modern villamost klubbá alakítják. Jelenleg Románia 11 városában van villamos közlekedés, és az Európai Unió 2030-ig kötelezi az elektromos működtetésű járművek bevezetését minden 100 000 lakos feletti városban.